Mindig is azt gondoltam, hogy a jó fotó egy olyan pillanatkép, ami képes mélyrehatolni az emberben, megérinteni a lelkét. Megállít, elgondolkodtat, és magunk is részesévé akarunk válni annak a pillanatnak, amit a fényképezőgép, és persze mögötte az ember megörökített. Valahogy úgy, ahogy Tolsztoj hőse Levin, akinek csak egy pillanatnak tűnt az a pár óra, amit a mezőn töltött, miközben érezte a szél simogatását, nézte az aratókat, a lengedező búzakalászokat. A Kámoni Arborétumban Német Máté kiállítása keltett hasonló érzést azokban, akik végignézik a képeket. A szombathelyi fiatalember alig pár éve hódol a fényképezés szenvedélyének, de már is komoly elismeréseket tudhat maga mögött. No és persze, jó pár korai reggelt, esetleg álmatlan éjszakát, csak hogy a legjobb képet elkészítse az általa kiválasztott növényről, állatról. Elég sok a nagyvad, szarvasok, vaddisznók, őzek. Azok régebben ilyen kedvenc témáim voltak, csak aztán rendszert váltottam, nincs teleobjektívem, úgyhogy most inkább ilyen tájképek, kis állatok, természeti jelenségek, inkább efelé terelődött a fotózásom, úgyhogy Kőszegi hegyre járok nagyon sokat, meg itt a környékbeli erdőkbe. Jó olyan pillanatokat látni, amit itt én csak tévében láttam eddig, meg sokat, várni sokat kell. Van olyan, hogy mit én kimegyek 10-szer fotózni, abból egyszer látok vadat, abból a 10 alkalomból talán sikerül lefényképeznem, az meg, hogy jó kép is szülesen, az nagyon sokat kell kint lenni. Gyakorlatilag ez mindennel így van. Kétféle képen szokott ez lenni. Van, amikor előre megtervezem a dolgaimat, hogy na most akkor elindulok itt egy békát fotózni, növényt fotózni, mindent, és akkor nagyon sok mindennek kell passzolni, jó fény legyen, ott legyen az állat, azt csinálja, amit akarok. Erre mindelőre fel szoktam készülni, de ritkán sikerül, amikor összejön minden. Aztán akkor szokott az lenni, hogy amikor itt én megyek az erdőbe, megyek a hegyen össze-vissza, akkor mindig találok valamit, és az ritka, megint csak ritka, de ezek jobb fotók szoktak lenni, mint amit az ember előre eltervez. Elég korán kell kelni, mert hétvégén ilyen 3-4 óra felé azért, mert kint kell lenni az erdőbe, hogy amikor felkel a nap, akkor vannak a legeslegszebb fények, akkor minden nagyon jól néz ki. Este ugyanez van, de reggeli fények azok még egy kicsit különlegesebbek. Napközben nem is érdemes nagyon kimenni, mert olyan erős a napsütés, olyan kemények az árnyékok, hogy gyakorlatilag jó képet azt nagyon nehéz készíteni. Máté azt mondja, volt olyan kép, amelynek az elkészítésére fél évet várt. Valahogy sehogy nem akart összejönni. Kedvenc helyei is vannak, például a Rába holtágai, ahol sok a szürke gémakócsag. Azt nagy filmekben szoktuk látni, hogy az igazán jó képek elkészítéséhez a profi fotósok nem csak jó gépeket használnak, hanem lest is építenek. Ezek mögül gond nélkül meg tudják figyelni az állatot, kivárják a legjobb pillanatot, hogy képet készítsenek. Nincs ez másként Máté esetében sem. Egy jó képért ő is mindent belead. Vannak ilyen kis teléim, amivel építettem ilyen lest madaraknak, ilyen tükörüveg mögül fényképezem őket, de hát azok ilyen 2,5-3 méterre vannak tőlem, azokat így könnyű lefényképezni. De szarvas, vaddisznó, ez esélytelen. Amikor kimegyünk az erdőbe, megnézzük az adott fajt, hogy na ez akkor mondjuk itt él, és akkor ez úgy szokott lenni, hogy ugye vízzel nyáron a madarakat könnyű oda csalni, télen eleséggel. Állatoknál ez annyira, nagyvadaknál ez annyira nem működik, de ez úgy szokott lenni, hogy egyik nap megépítjük a lest, minden, amit ott találunk, ilyen gajak, falevél, abból valamit, és akkor másnap hajnalban, még mielőtt felkel a nap, akkor ki kell menni, be kell feküdni ebbe a lesbe, és akkor várni, hogy vagy jön, vagy nem jön. Az ember persze nem születik természetfotósnak.
Máté is csak néhány éve kezdett komolyabban foglalkozni a fényképészettel. Fotózni nem régóta fotózok. Szerettem volna mindig is, de nem volt lehetőségem, nem volt fényképezőgépem. Egyszer kaptam ajándékba egy ilyen kis kompakt gépet, ez három évvel ezelőtt történt, és akkor hát azon kezdtem ugye a fotózás alapjait megtanulni, mi az a záridő, mi az a blender, meg hasonlókat. És akkor, amikor már úgy éreztem, hogy ez így megy, akkor vásároltam egy tükörreflexes képet. Jó volt, de azért azt beláttam, hogy ha ezzel komolyabban akarok foglalkozni, akkor váltanom kell olyan márkára, amihez sok kiegészítőt gyártanak, sok objektívet gyártanak. Most már azt hiszem másfél éve, hogy ezt a rendszert használom, és akkor hát a természetfotózással meg úgy kerültem kapcsolatba, hogy amikor még ez a kis kompakt gépen volt, gyakorlatilag tájképeket, meg ilyesmiket tudtam vele fotózni, és ugye ahogy én mentem az erdőkbe, meg mindenfelé, hogy fényképezzek, úgy láttam ezeket az állatokat, elkezdett érdekelni ezeknek a viselkedése. Aztán hát végül is így vált ez ilyen első számú témával. Németh Máté tárlata április 14-ig látható a Kámoni Arborétumban.